Jaj, vízityú, kedvencem. Ez szárcsa. Igen, mert annak Van másképp benne fekete vízicsibe a... is. De a figyelj már, nem merem vízicsibének hívni. Van vízicsibe is. De az két különböző, a vízityúk meg a vízicsibé, De mind a ugye? kettő más, igen. Jó, akkor már megnyugodtam. Itt ebben nekem van két nagyon kedvencem is, de ezt most nem is láttam, tehát ez nagyon cukja, hogy így eteti a szerkő a picit. Ez Az az nem egyik... szerkő, az Ez, cseh. hát most nem igaz, hogy meg nem találtam, mert pedig azt hittem már Hasonlít, ismerő. könnyű összekeverni. A csőr vége fekete. Kész. Pedig már azt hittem, hogy vágom a vízimadarakat, de úgy látszik, hogy nem. Na jó, szóval ez az egyik kedvenc képem, ez nagyon beégett nekem valamiért, meg itt van egy másik, amit nagyon-nagyon szeretek, ez Igen. gyönyörű szép ez a fotó, ez már ilyen festmény. Egy Ez másodperces kép. gyönyörű szép. Nem volt kérdés számomra, hogy egy elképesztően szép anyagot fogok látni, amikor Moller Péter természetfotós első albumát végiglapozhatom. A hazánkról több 10 000 képpel rendelkező Péterrel Kecskeméten találkoztam, innen vitt le Tiszaalpára, ugyanis első albuma ezt a gyönyörű vidéket és környéket mutatja be 304 képen keresztül. Amint kezembe kaptam az albumot, nem tudtam nem végiglapozni, úgyhogy már a kecskeméti buszállomás parkolójában végignézegettük együtt. Ezt meg ilyen tologatós lesse csináltam, ilyen keret. U alakú keret, úszik a vízen, aha, fölötte van egy sátor, aha, és akkor te bebújsz alá, melléscsizma, térden nyomogatod. 5 méter után nem tudod, merre van északnak kelet, fogalmat sincs, hogy merre jársz. És hogy miért jöttem el személyesen? Már korábban is láttam nagyon sok képet tőle erről a vidékről, és mindig lenyűgöztek az itt készült táj- és madárfotói. Szerettem volna saját szememmel látni ezt a szép helyet, és megkértem, vigyen el fotózni az egyik könyvben is szereplő ikonikus helyre. Így másnap hajnalra leszervezett nekem egy fotózást egy fekvőlesbe. Reggel fél 6 van, és megyünk ki a fekvőlesbe. Péterrel már itt van, úgyhogy sietek is, hogy nehogy elkéssük, lekéssük a jó kis kötöt. Bejutást, amely egyébként egy mocsaras, vízes területen áll, most nem tudom nektek megmutatni, mert szinte vaksötétben kellett beügyeskednünk magunkat a térdig süppedős terepen. Természetesen a mellcsizma erősen ajánlott ilyen helyzetekben, ami nekem persze nem volt, de Pétertől kaptam kölcsön egyet. Na, annak a felvétel se volt semmi, de ezt kifele jövet, majd látni is fogjátok. Hallod, nem hiszem el, hogy addig béráztam itt, ameddig elrepült, és pont arra vártam, hogy elrepült. Vissza fog jönni a na jó, de van. Megint. Középső elvesz. Középső. Ott van. Csak most akarod. Jaj, azt akartam kérdezni, hogy ne. Mennyiszer fordul elő, hogy kijössz ide, és így igazából semmivel mész haza? Hát azért ez ritka. Ritka? Mindig van valami. Tehát valamilyen madár, vagy valamilyen, vagy minimum egy tájkép. Igen, mindig van. Ezt mondtam tegnap, hogy tulajdonképpen ez olyan, mint a puzzle.
ilyen pici kis darabokat. Néha picit többet találsz, meg néha kevesebbet, de mindennek örülni kell. Hát most itt nekem egy kavasolyomra ráállt, nekiálltam magunkat venni, és még ezzel bénáztam, addig elment ez a solyom, és pont arra vártam, hogy elrepüljön, de erről most lemaradtam. Te ilyenkor már régen szoktál menni innen, vagy nem tudom, mennyi ideig szoktál egy? Hát naponta van egy órában, általában, ha nagyon erősek a fények, akkor a világos színek azok nagyon erősen kiégnek. Nem nagyon szeretem már ezeket az erős fényeket, vízimadár fotózásra. Meg hogyha szép is a tája, fehér madár az nagyon gyorsan kiég benne. Mit láttunk ma itt azért? Mi az, amit sikerült talán megfotózni? Hát nekem nagyon tetszett a kócsaga, a szép háttérre, ilyen tájkép jellegű kép. Voltak kiskárókatonák, kabasolyom. Ez mennyire jellemző itt ezen a területen? Hát az inkább a szárazabb részeken szokott fészkelni. Akkor meglepő, hogy most itt van. Hát valószínűleg egy vonalok, kóborló. Ja, és jégmadár. Igen, az hát a jégmadarat vártuk. Láttuk itt átszállóval, de igazán közelre még nem nagyon szállt. Ezt a jégmadaras képet nekem sikerült készítenem, igaz messze van, és nem is tűjeles a madárka, de ebben a díszletben azt hiszem örülhetek ennek a képnek is. És míg összepakoljuk a cuccainkat, mutatok még pár képet, amit ezen a reggelen sikerült fotóznom. Azért az nem semmi, egy ilyen vadregényes helyszínre eljutni fényképezni. Nagyon hálás vagyok Péternek. Igen, igen. Akkor jól csinálom. Jó. Csak rám nehezebben jön föl. Na, hát ez... Így le kell feküdni. Igen. Ez nagyon mokkás. Jó, és beleakadtam neked is a... A macagyát, de most megvan. Én már kiismáztam a munkát. Eredetileg ez is egy melles csizma volt. A szegény szétfes lett. Úgyhogy lett belőle ilyen combcsizma. Aha. Nekem is itt kéne átjutnom. Hát azért egy kicsit sikerült beleesnem. Négy éve itt voltak a kollégák, akkor azt mondtad, hogy te nem fogsz építeni lest, ezt nem építettél. Hát ilyen fix lesz, nem? Aha. Ez ebben a szép, hogy mindig azt követjük le, ami... ahol vannak a madarak. Ezen mi is voltunk, az egy ilyen fix lesz tulajdonképpen. Az nem fix lesz volt. Nem? Az se? Az egy mozgatható lesz. Igen? Csak két ember kell, hogy mozgassa. Aha. Ragadozó madaras lesekbe be szoktam ülni. Mert az másképp nem lehetne, igaz? Hát igen, az nagyon nagy energia egész télen letetni. Nehéz dögöt szerezni. Ó. Nem úgy megy, hogy csak leakasztjuk a polcra. Én abszolút megértem azokat az embereket, akik nekem fizetős lezsenek. Nem akárki tud szerezni. Tetőanyagot. Fotózás után Péterrel és az album társszerzőjével Bártól Istvánnal fellátogattunk a könyv egyik talán legfontosabb helyére, a Tiszaalpári templom dombra. Innen indult ugyanis minden.
Több mint 15 éve Péter itt látta meg először a domb alatt elterülő hatalmas természetes területet a nagy tóval és a rengeteg madárral, amelybe érthető módon azonnal beleszeretett. Alapötlete az albumnak, ez kitől származott? Tehát én úgy tudom, hogy azért már egy ideje tervezett Péter, hogy albumot készíts abból a rengeteg képből. Hát ez úgy mindig motoszkál az ember fejében, amikor sok órát töltesz a lesbe, és hogy unatkozol egy kicsit, akkor gondolkozol, hogy na mi legyen. És persze először az, hogy Magyarországról szeretnék albumot kiadni, aztán most már akkora anyag összegyűlt, hogy akár Magyarország az már három részbe is kiadható lenne. Viszont Tiszalpár is így adta magát, hisz ide rengeteget jártam, közel van Kecskeméthez, és tekintélyes anyag gyűlt össze innét is. Az feltűnt, hogy az eleje a Tisza virágokkal kezdődik, pont ott volt nyitva. Nem tudom, hogy mennyire jellemző egyébként erre a területre. Hát önmagában itt a Holtágokon nincs Tisza virágzás, csak az élő Tiszán. De úgy gondoltuk, hogy mindennek az alfája és origója az a Tisza. És hogy azzal kezdenénk, hisz az táplál itt mindent, a Holtágokat, állóvizeket, mindent, az adja itt az életet. Hát a Tiszához szervesen kapcsolódik a Tisza virágzás, és ez egy elég látványos dolog, úgyhogy így adta magát, hogy ezzel induljunk. Meg hát a Tiszának itt ugye élő ágai voltak, a folyószabályozással lettek levágva, tehát valószínűleg a szabályozás előtti időkben ugyanígy volt Tisza virágzás ezeken a szakaszokon is. Azért ül itt István, ugye, mert társszerzője az albumnak, és én úgy tudom, hogy te nagyon-nagyon régóta itt laksz már ezen a helyen, és hogy hivatalból is kötődésed van a területhez. 2000 augusztusa óta, mint a Kiskunsági Nemzeti Park helyi természetvédelműre dolgozom ezen a részen. Ez a szíve tulajdonképpen itt a védett területeknek, ami az én őrkerületembe tartozik. Itt látsz? Csak nézel előre. Ez a munkája. Ide kiül, reggel 8-tól 16 óráig itt ül és nézelődik. Erről a területről, vagy erről a helyről annyit azért érdemes tudni, hogy nagyon különleges abból a szempontból, hogy a közép és az alsó Tisza találkozásán itt van egy nagy kiterjedésű ártéri öblözet, ami akár közepes Tisza járhullámokból is már betáplálódik vízzel, és emiatt egy nagyon ősi és természetszerű tájképet is formál így a Tisza rajta. És ezt nem lett tönkretéve. Péter, akivel már lassan 15 éve jó barátságban, szinte napi kapcsolatban vagyunk, az ő ötlete volt, hogy ez az album ilyen formában megszülethessen. Hiszen ő volt az, aki unszolt többször is, hogy most már ezek a szöveganyagok is készüljenek el, hiszen a szövegeket azt én írtam ehhez a könyvhez. Majdnem az összeset. 15 éve az már nagyjából is témány. Szerintem több, mint 15. Hát olyan 2000 körül, amikor a... Árvíz volt, árvizek után volt, ez nem tudom, hogy 2003? Talán. Ja, igen, 2003. Kenúzni akartam. Igen. És akkor így fölhívott, hogy akkor... És valaki mondta, hogy tőle lehet kenút bérelni, és pont ilyen árvíz volt, és akkor hát be kéne menni az elöntött területekre, és ott milyen jó lehetne fotózni tájképet az elöntött részekről. És akkor hát ahhoz kellett egy kenu, és akkor az István kérte meg, hogy hozzon, ő meg olyan kedves volt, hogy még le is hozta, meg segített vízre is rakni, úgyhogy innentől kezdve ismerjük egymást. Itt volt az, amikor az elején beültem, és 12 részes egy képen. Olyanok voltak, mint a tyúkok, így mozogtak ilyen lomának. Be kellett érte gyalogolni. Ugye sok fotós jár most már ide. Nem sokan vállalták be, hogy 3,5 kilométert reggelbe taplassan a teljes menet felszereléssel. Hát mondjuk ezt megértem. De te egy őrült vagy, te is. Tehát így alapvetően, aki komolyan veszi ezt a dolgot, az egyik sem normális. De ezt most jó értelemben mondom. Ezt már csak így lehet. Csak így lehet, és ezért lehetnek ilyen képek, mert egyébként meg hogy másképp. 2010-ben vettem meg a teleobjektívet, és onnan itt kezdődött egyfajta átállás, meg egy módszerváltás, és tájkép mellett elkezdtem madarakat is fotózni. És innentől kezdve már sokkal érdekesebb lett a történet. Könyvben tulajdonképpen a szövegíráson túl nekem volt egy olyan, mondjuk ilyen, nem is egy rejtett feladatom, de hogy ezeket a helyszíneket azért én jártamban keltem, mert mindig már próbáltam egy fotós szemmel is nézni, és igyekeztem mindig ilyen naprakész infókat adni Péternek is, hogyha érdekli, akkor ezt hol és mikor, milyen napszakban, milyen körülmények között.
Enélkül az információ nélkül tulajdonképpen nem jött volna létre a könyv. Hisz ez rettentő sok időt spórol meg a fotósnak. Meg lehet ezt csinálni persze úttörőként is, hogy én felfedezek mindent, de ötször vagy tízszer olyan sok időbe telt volna. Viszont az István ugye járta a területet, ismerte a területet, és akkor csak szólt, hogy hú, hát itt egy vékony csőrű víztaposó. Na, akkor gyorsan kimentem, és akkor egy nap alatt egy beüléssel meglett a vékony csőrű víztaposó. Ez rengeteg munka. Szerintem nem tudod megmondani, hogy ez hány reggel. Ezek főként hajnali reggeli fotók. És ezek ilyen, ez ilyen puzzle, tehát itt nem az van, hogy most, na most kimegyünk, és akkor fotózunk kócsagot, vidrát, stb. Hanem kimész, hogy valami lesz. És akkor kifekszel mondjuk, mint erre a seregélyre, hogy hát, ha bejön valami. És akkor nem jött be más, mint a seregélyek. És akkor először még úgy szomorú vagy, hogy csak seregélyek, és akkor utána úgy végignézed az egészet, és akkor rájössz, hogy azt is olyanokat fotóztam, amit más nem. Ugye Ezer Arcú Tiszamente címet adtuk neki, hisz annyira sokszínű ez a terület, hogy ugye maga a Tisza, az ártér, az ártéri vízállások, illetve ezek a magasak térszínek száraz gyepeket is tartalmaznak, akkor a Szikestó. A másikok pedig az, hogy az a 15 év, vagy 10, szigorúan vett 10 év, ami alatt én fotóztam, nagyon-nagyon sokat változott maga ez a terület is. Nagy áradások történtek, ez mindig-mindig változtatja a növényzetet, kivisz bizonyos fafajokat, kivitte egyszer az égerest, hozott új növénytársulásokat, mint például a tündérfátyolt, és ez folyamatosan változik. Az ebben az érdekes, hogy először ugye lejöttem ide, hogy fotózzak tájképet, aztán, hogy állatokat a tájban, és akkor így bővült ugye a portfólió, különböző madárfajok jöttek, kanalas, gém, sas, gémfélék, és akkor a végén kezded azt érezni, hogy ez egy egészet alkot. Ez 2011, ezek meg 16. Ezek 16-os. Én azt mondtam 16-ban, hogy ilyen egyszer van az ember életében, hogy így pont akkor novemberre maradjon meg az ekkora víz, és hogy sosok is jöjjenek. Péter, neked melyik a kedvenc? Ha van kedvenc képet az albumból. Ezt megmutatom. Ja, hát én megmutatom azt akkor, azt a kanalasosat. Persze sok kedvenc van, de nekem sokáig ez volt a címeres képem. Hát egyrészt ez azért is kötődik jobban a szívemhez, mint mondjuk a többi, mert ez az első alkalom volt, amikor ide kijöttem madarat fotózni, és hát ez egy óriási élmény volt, hogy kijöttem így sötétbe, nem tudtam, hogy mi lesz, üres volt a tó, és egy óra alatt megtelt madárral, de óriási mennyiségű madárral, és talán ez a kép ezt adja vissza, ezt az élményt is nekem egy magába rejti, egy plusz információként, és nekem ezért nőtt a szívemhez. Jöttünk át így a településen, így azt néztem, hogy vajon az emberek tudják-e, hogy micsoda kincs van itt így ahol élnek úgy mellettük. Szerintem még a szüleik még jobban benne voltak ebben a természetes körforgásban, mint a mostani ember általában, ugye már csak így virtuálisan része ezeknek a szépségeknek. Mindenki nagyon szívesen megnéz ilyen különböző természetfilmeket tévén, vagy az interneten, de az emberek jó része ezeket már nem tapasztalja meg saját szemével, meg a saját mindennapjának már nem része az, hogy ide följönnek, a templom dombra szétnéznek, csak egy páran. Vannak, akik megszállottja is, most is gyakran túráznak lent, de természet ismerő szemmel szerintem nagyon kevesen közelítenek, akár még a helybeliek közül is nagyon kevesen tudnék így megnevezni. Érdekes volt, amikor a könyv is íródott, hogy olyan nagyon különleges és szép vízállásokról, mint például az Alpát-Bokrosi Sóstóit, a környéken is csak nagyon kevesen tudnak. Pedig mondhatni, hogy a Duna-Tisza közi hátság keleti végének egyik legértékesebb vízes élőhelye. Nem beszélj be a súlymosról. A békaliliumot sem nagyon sokan ismerték. Igen. Most így kezetekben fogjátok ezt az albumot, és így őszintén szerintetek hogy sikerült ez az album? Jól. Szerintem is, hogy ugye ez egy fotóalbum, azért ez fontos, hogy azon van a fő hangsúly, és próbáltunk egy még emészhető, akár laikusok számára is
olvasható mennyiségű információt mellé tenni. És szerintem ez úgy egyensúlyban van, mert a fő célja, hogy képekben mutassa be ezt a különlegesen szép vidéket, ez szerintem sikerült. Hát 10 évig készült, és hát elég sok érdekes jelenetet sikerült megörökíteni. Ezek úgy bele is kerültek. Én, nekem nem nagyon van hiányérzetem, hogy most fú, most ez vagy az kimaradt volna belőle. Persze mindig lehet találni valamit. Nagyon sokat dobott rajta az, hogy időközben ebben az utóbbi 3 évben ugye lett egy drónom, és a drón az egy átfogó tájképeket tudott adni összekötő képekkel. Sokkal finomabb részleteket tud visszaadni a tájból, és szerintem ez nagyon-nagyon sokat adott hozzá. Gratulálok nektek az albumhoz, mert nagyon szép lett. Kívánom, hogy minél több ember forgassa, mert tényleg érdemes. Na, ott egy pettyes vízicsillagás. Na, az egy ritka faj. Hát ez tök másképp, mint a vízityúk tényleg. Hát ez is olyan, hogy 0-20, semmi nem jön be. Ez csak hallom, hogy valami matott hátul. Ezt makróval fotóztam. Komolyan? 30 centire volt tőlem. Komolyan? Ott szeregetett. Várjál, de les, ilyen úszó lesbe volt? Hát ez egy les, ami gumicsizmába kell bemenni, hátul is van víz, de ott még ott csicsog. És akkor volt olyan, hallottam olyan sztorit, a Cure mondta, hogy neki meg besétált a sátorba, és elmentett mellette, utána meg kiment. Hát jó sok történet van ebben az albumban, nem csak képek szerintem. Azt gondolom, hogy minden képről mesélhetnél egy 5 percet. Legalább. Hú, de gyönyörű ez is, azt mondom.